Sziasztok, az én nevem Strek, itt van velem Dóri is, hogyha bejön ide a kép alá. Most szállunk mindjárt kocsiba és indulunk fel Budapestre a Hősök terére, mert jönnek haza a magyar srácok a foci EB-ről, a magyar csapat, és őket fogadjuk a Hősök terén, és ott lesz egy nagy bulleá, és akkor majd integetünk nekik meg minden, onnan fogok csinálni helyszíni beszámolókat, és akkor azt meg majd megy föl nektek a csatornán, és ez az a videó, tehát meg fönn is van a csatornán. Tehát megpróbálok mindent lefilmezni, Bödét, ahogy odabasz majd a betonhoz, meg minden, de majd mindent idővel, lesznek vágóképek az útra is, tehát most indulunk. Pacsi! Mint a Hősök terére, mindjárt, és még egy kb. 200 méter is ott vagyunk. Már megy a bulajozás, innen hallom a zenét, de mindjárt ott vagyunk mi is a családdal. Aztán meglátjuk, hogy mi várok minket, megpróbálok majd ellesni, elcsenni pár képet, fotót, videót róluk, jó? Na pacsi, majd ott. Gyönyörű látvány! Köszönjük szépen! Hamarosan a színpadon a magyar labdarúgó válogatott! A magyar csapat busza! Köszönjük a srácokat! Egy nagyon nagy tapsal, zajja bármivel! Hallják, hogy itt vagyunk! Nem kell már sokat várni, jönnek ide föl a színpadra! Menjünk már közelebb! Szép volt, fiúk! 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 Ma délután vagy ma este, de nem lövöm be a poént. Már is érkeznek a srácok, illetve gyönyörű hölgy.
ahogy gondolom a képeken már láttátok, a busz legördült, azaz megérkezett az aranycsapat a Hősök terére! Segítsetek nekem abban, hogy a színpadra szólítsam azokat a srácokat, akik két héten keresztül folyamatosan küzdöttek, harcoltak értünk, akik talpra állítottak egy nemzetet. A kapuban az örök ifjú Mackó Gatyás! Király! 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 Gyereg, ami! Támaszként a Fradi kiválósága Vibusz! Éles! Vibusz! Éles! Vibusz! Éles! És természetesen ott volt a csapattal a Leipzig kiválósága Gulácsi! Éles! Gulácsi! Éles! Gulácsi! Péter! És akkor jöjjön a védősor. Pályára lépett az MTK kiválósága. Mese! 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 Gyere, Barnabás! És ő egy újabb kőkemény védő a Puskás Akadémiából. Fiola! 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 Gyere! Zoltán! Gyere! Gyere! Ezen az Európa bajnokságon a csoportkörök alatt két gólt szerzett, akinek a szabadrugásait szinte a világon minden kapus gyűlöli és mutatja. Az úriembert úgy hívják, 7-es számmal játszva Csúcsát! Olás! Csúcsát! Olás! Csúcsát! Rani ennek a csapatnak nem csak kapitánya, hanem szövetségi kapitánya is van és volt, és szerencsére lesz is! Az urat pedig úgy hívják... Ben! 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 Treki, jövünk már visszafelé. Túl vagyunk ezen a Hősök tere magyar EB válogatott fogadás, meg minden. Nagyon jó volt egyébként, marha jó hangulata volt az egésznek. Nagyon sokan voltunk, hát több ezeren, de nem tudok így pont a számot tippen nektek, de nagyon-nagyon sokan. Tele volt az egész Hősök tere, meg úgy visszafelé is, ilyen csomó stand volt, meg minden. Zene ezerrel, aztán egyszer csak befutottak a srácok. Majd Kovács István, ugye Kokó szólított őket színpadra egyesével, a kapustól a csatárokig, meg a másodedzőkig, edzőig, Benstor, mindenki fölment a színpadra, és mindenki beszélt pár szót. Tehát marha jó volt, nagyon jó hangulata volt, és tényleg úgy érezte az ember, hogy itt alapvetően egy 11 ember csinál 10 millióból egy igazán nagy csapatot, tehát nem is ők lettek a nagy csapat, hanem mi, mint ország lettünk nagy csapat.
Tehát igazán, igazán fantasztikus volt. Egyébként én nem szeretem ugye a futballt, ezt tudjátok, hogyha valaki nem, az én vagyok. De ezt nagyon élveztem, így az egész két hetet, illetve ezt a ugye, fogadást is itt, ahogyan fogadtuk őket. Szóval igen, csak pozitívat tudok mondani. Remélem nektek pedig tetszett ez a videó. Én Spreki voltam, találkozunk legközelebb, és hát köszönöm a figyelmeteket. Bocsi!